Kegyelem, irgalom és békesség adasék a mi mennyei atyánktól, és az ő szeretett fiától, a Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 42. Zsoltárunk első versét, amely így kezdődik, mint a szép híves patakra szarvas kívánkozik. Leülve folytassuk éneklésünket, a 371. dicséretünknek mind a 7 versét énekeljük. A 371. dicséretünk itt kezdődik. Jézus Krisztus egy mesterünk, mennyei szent bölcsesség. Jézus, Isten,
Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy Pál apostolnak a Tesszalonikbeliekhez írott második leveléből, a 3. fejezet 6. versétől így szólít meg Istenünk. Testvéreim, ami Urunk Jézus Krisztus nevében parancsoljuk nektek, hogy tartsátok távol magatokat minden olyan testvértől, aki tétlenül és nem a szerint a hagyomány szerint él, amelyet tőlünk vettetek át. Mert magatok is tudjátok, hogyan kell követnetek minket, hiszen mi nem tétlenkedtünk közöttetek. Nem éltünk senkinél ingyen kenyéren, hanem fáradtsággal és vesződéssel dolgoztunk éjjel és nappal, nehogy valakit is megterheljünk közöttetek. Nem azért, mintha nem volna meg a jogunk erre, hanem azért, hogy önmagunkat állítsuk elétek követendő példaként. Mert akkor is, amikor nálatok voltunk, azt parancsoltuk nektek, ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Mert halljuk, hogy némelyek közületek tétlenül élnek, nem dolgoznak, hanem haszontalan dolgokat művelnek. Az ilyeneknek pedig megparancsoljuk, és a lelkükre kötjük a mi Urunk Jézus Krisztusban, hogy csendben dolgozva a maguk kenyerén éljenek. Ti pedig, testvéreim, ne fáradjatok bele a jó cselekvésébe. Ha pedig valaki nem engedelmeskedik a mi levélbeni intésünknek, azt jegyezzétek meg magatoknak, ne tartsatok vele kapcsolatot, hogy megszégyenüljön. De ne tekintsétek ellenségeteknek, hanem intsétek, mint testvéreteket. Gyertek most, csendesedjünk el és imádkozzunk. Hálásak vagyunk neked, édesatyánk, hogy minden héten van egy olyan nap, amikor veled találkozhatunk a gyülekezet közösségében. Sokszor megtapasztaltuk már, hogy elfáradnak még a legkülönbek is, és akármilyen jó szándék van bennünk, elérkezünk az emberi teljesítő képesség határához. Sőt, olyan is van, amikor nem szeretünk munkába indulni, főleg a hétfő reggelek ilyenek. Szeretnénk éppen ezért ma előtted elcsendesedni, és kérni a te bölcsességedet, hogy hogyan tudnánk szeretni mindazt, amit csinálunk. Hogy ne érezzük monotonnak azt, amit végzünk. Egyik nap jön a másik után, és veszi ki az erőnket. Szeretnénk, ha ebben is megújítanál mindnyájunkat. Szólj, és mi szeretnénk hallgatni, végig gondolni, amit mondasz. Szeretnénk az életünket, munkánkat, szolgálatunkat megszentelnéd. Megtöltenéd tartalommal, erővel, és leginkább szeretettel. Jézus nevében hallgass meg, kérünk. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésre, és énekeljük a 18. oldalon található énekünket. Így kezdődik: minden széthullik és köddé válik, köröttem hol lelek megmaradót.
Pál apostolnak Tesszalonikába írott első leveléből hallgassátok meg a 4. fejezet 11. versét. Tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek. Tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan el is rendeltük nektek. Amen. Foglaljunk el. Köszöntöm a testvéreket ezen a vasárnapon is, a Kertvárosi Református Napok 2016-ban azt a különös címet kapta, hogy szeretet súlya. És ahogy ezek az alkalmak jönnek sorba, mindig azt vizsgáljuk meg, hogy hogyan lehet szeretni. Akár az embernek önmagát, a fele barátját, netán ellenségét, a hivatását, a gyermekét, a szüleit, az időseket, vagy akár a hazát, vagy pedig Istent. Úgyhogy hosszú ősznek nézünk elébe, október végéig minden ige szolgálat e körül forog. Ma is az idősek kertjében kezdtem az Isten tiszteleteket, és nagyon érdekes dolgot tettem föl kérdésnek, hogy ki mennyi időt töltött munkában. Mert tudtam, hogy ezek az idős emberek, akik már csak nem mindnyájan túl vannak a 60, talán már a 70. életesztendőn, nagyon sokat dolgoztak. Még egy olyan korban éltek, ahol nem volt ritka, hogy valaki akár 40-45 évet is egy munkahelyen eltöltsön. És akkor, amikor sorba elkezdték mondani, hogy én 33 évet, én 40 évet, megtaláltuk egy 61 néhány éves asszony érdekes módon 44 évet töltött munkahelyen, ugyanis már mihelyt befejezte a gyermekkorát, és elvégezte az általános iskolát, azonnal munkába kellett állni. Nem kevés 44 esztendő, azt gondolom. Valaki így fogalmazott, hogy az életünknek a nagy részét a munkahelyen töltjük. Na ezért olyan fontos kérdés a számunkra, hogy hogyan szerethetem én a munkámat, a hivatásomat, hogy közben bele ne rokkanjak, fel ne adjak, el ne csüngedjek, úgyhogy mielőtt belefognánk, bátorítok mindenkit, köszöntsük a mellettünk ülőt, Isten hozott mindenkit a gyülekezet közösségébe. A mai igehirdetésben három dologról szeretnék beszélni. Először is megnéznénk, hogy mit mond a Biblia a munkáról. Másodszor megnéznénk, hogy miért is olyan nehéz szeretni a munkánkat, a hivatásunkat. És legvégül pedig egy olyan valakitől fogunk tanulni, Salamontól, aki folyamatosan figyelte a környezetét, Isten megajándékozta egy nagy bölcsességgel, és 13+1 jó tanáccsal szeretném összefoglalni, hogy mégis gyakorlati módon tudjunk hazamenni olyan tanácsokkal, amit megélhetünk a hétköznapokban. Ha azt mondom, hogy munka, mikor jött be a világba a munka? Tessenek csak végig gondolni, meddig kell visszamennünk az időben. A teremtés történet. Emlékszünk, hogy az első ember párt Isten belehelyezte az Éden kertjébe, engedetlenné vált Ádám és Éva, és azt olvassuk Mózes első könyvében, mindjárt az elején, hogy Isten megátkozza a földet. És ekkor hallunk a munkáról, így hangzik az idézet, legyen a föld átkozott emiattad, és fáradtsággal így belőle egész életedben. Tövist, bogáncsot hajt majd neked, és a mező növényét eszed. Arcod verítékével eszed a kenyeredet, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Nagyon sokan érdekes módon ilyen átoknak élik meg a munkát, büntetésnek. A bűnesetet követően Isten a nyakunkba varta ezt az egész történetet, hiába dolgozok én a kertben, a parlagfű is ki kell, hiába kenem le a kerítést festékkel, néhány év múlva újra meg kell tisztogatnom, újra le kell kennem. Hiába tanítom a gyermeket, hát ez a rosszat is magába szívja. És amikor azt mondja, hogy verejtékes munkával eszed a te kenyeredet, akkor bizony mindannyian elmondhatjuk, hogy
főleg egy nyári nap elvégzett munkája során, hogy bizony kerül arra a kenyérre veríték és bőséggel. Szeretném kiábrándítani a testvéreket, nem ekkor jött a világunkba a munka, nem is átok és nem is büntetés, hanem amikor Isten megteremti az embert és belehelyezi az Éden kertjébe, ebben a gyönyörű idilli környezetben azt mondja nekik, szaporodjatok, sokasodjatok, hajtsátok uralmatok alá a földet, uralkodjatok a tengerhalain, az égmadarain, a csúszómászó állatokon, és sorba sorolja, és azt mondja, hogy őrizzétek, gondozzátok, műveljétek, és megvan a feladat. És érdekes, hogy ezután jön az engedetlenség, és ezután jön a büntetés. Sokkal inkább azt olvassuk a Bibliában, hogy Isten bevon bennünket az ő alkotó, teremtő munkájába, és a világ fenntartásába. És én ezt szeretném néhány nagyon egyszerű példával szemléltetni. Képzeld magad elé Bíró Lajos szobrászművészt. Fog egy nagy, alaktalan agyagdarabot, ráteszi a korongra, és formál belőle egy szobrot, vagy vázát, vagy bármit. Azt teszi emberként, amit Isten tett, hogy fogja a földnek porát, és embert formál, alkot, és örömét leli ebben az alkotásban. Képzeld el Makrai doktor urat, bemegy a kórházba, várja a rengeteg beteg, megvizsgálja őket, sokszor beléjük lát, egy röntgen vagy egy endoszkópos vizsgálat során, és utána elkezdi őket gyógyítani. És Isten bevonja őt is abba a munkába, amelyet végez, történetesen, hogy az emberek testileg és lelkileg egészségesek legyenek. Amikor én igét hirdetek, ugyanazt teszem, mint Isten, neki engedelmeskedve, hogy vigasztalom a gyászolót, jó hírt mondok el a reménykedőknek. És teljesen mindegy, hogy mit mondanék, hogy kertész vagy, agrármérnök vagy, kimész a kertbe, Isten is azt teszi, hogy gondozza, őrzi azt, ami az övé, gyönyörködik a gyümölcs termésünkben. Úgyhogy Isten ebbe von be bennünket, amikor dolgozunk, munkálkodunk, ő is munkálkodik. Jézus is erről beszél, én munkálkodom, mert az én mennyei atyám is munkálkodik. Tehát ez a kiinduló pontunk, a munka nem átok, nem büntetés, úgyhogy nem kell tragédiaként megélni, hanem sokkal inkább Isten von be bennünket, és megajándékoz azzal, hogy részesei lehetünk. Szeretnék most mindenkit felkészíteni. Egy 4 perces kis rövid filmet fogunk most megnézni, és közben, mikor készülünk ennek a filmnek a megtekintésére, hadd mondjam el, akkor miért olyan nehéz egy hétfő reggel? Miért fáradunk bele a hét közepére, abban a nagy buzgóságban, tevékenységben, amiben vagyunk? Miért várja a pedagógus végre a szünidőt? Na, ez a 4 perc egy kis időutazásra visz bennünket. Figyeljük, minden szava lényeges. Magyarországon van munkanélküli? Nincsen. Hivatalosan nem is lehet. A szocialista rendszerünkből következik, hogy nem engedjük a munkanélküliséget, mindenkinek biztosítjuk a munkához való jogot. A hivatalos munkaidő kezdése utáni 38. percben a brigád legszorgalmasabb tagja dolgozni kezdett. Ők is elkezdték. Várjuk a billencset. Addig, amíg nem jön, nem tudunk mit csinálni. Tudjuk meg egész őszintén, hogy riheljük ezt a melót. Egyszerűen riheljük. Úgy érzem azt, hogy semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezetem nem kívánja. 10 óra 40 perc. Tolják a talicskát. Ketten. 11 óra 20 perc. A talicska megvan. Ő is megvan. A többiek nincsenek meg. A legközelebb a munkához azok állnak, és a legtöbb örömöt azoknak okoz, akik nézik. Egy dolgozik, a másik nézi. Kettő nézi, és egy dolgozik. Hárman nézik, a dolgozót. Valaki dolgozik, és a nézőtér. Ilyen gyárban olyan
gyárban folyton lábúj hegyen jártam, ha ne legyen most semmi lárma, szemlog a melós álma, ha elkéstem. De mi miatt késettem? Nem tudom. Néztem este a tévét is, meccs késői, sokáig tartott, azt elaludtam. Hogy fogod odaérni a munkahelyére? Én 7 óra előtt, 1 perccel voltam itt, és a munkahely... hogy a munkahely? Nem értem, hogy... Hogy ér be a munkahelyére? 7 órára. A 2-es villamostól jövök, ugye elég hosszú az út, és ez... Hogy ér be? Hogy értem be? Hogy ér be 7 órára? Kéne szépen futballmeccset néztem, és aztán elaludtam. Mikor kezdték a munkaidőt? Hát, 6 órakor. És most megéheztek? A idejenni. Most miért van itt a gyárkapuban? Eladom a paprikát. De miért nem dolgozik? Dolgozok. Most nem dolgozik? Most nem, jelenleg. Most kiszaladt egy pillanatra, emiatt? Hát hogy ne gyűlnék már, hogy a fiamnak hazaküldjem, mert mondtam, hogy hát hazaküldjem. De mi van a munkapadnál? Hát mi van, vágja a gép a vasat. Mire várnak itt? A buktára. Maga is buktára? Igen. Hol kellene dolgozniuk? Fönt a mechanikába, csak oda nem nagyon szokták, késő hozzák föl. A buktát? Igen. Szintén buktára? Igen. És mióta vár itt? Hát 5 perce. És mennyit vár még? Látom, nézi a konyhát. Azt mondták, 10 perc szóval lesz, hát most már 5 perc körülbelül. Ez minden nap így van. És mennyi a reggeli idő? 4 óra. És ebből lesz 1/2 óra, 3 óra. Hát sajnos, igen. Kérem szépen, hát itt szoktunk eljönni és megvenni ezt a kis buktát és megenni. És kivigyázz a gépére. Hát kérem szépen, ott megyen, ide hallom. Azt eddig a frá se tudta, 43 perc a bukta. És amikor azt mondtam, hogy egy kis múltidézés lesz, hát nem kell olyan messzire menni az időben, ma nem így van, hogy gyakran látunk lapátra támaszkodó munkásokat, akár láthatósági mellényben. Talán most is találunk kibúvókat, amikor a munkavégzésre kerül sor. Lehet, hogy éppen nem buktára várunk, hanem éppen a billencse, mert addig nem lehet dolgozni. És talán mi is kimondjuk, hogy a viszonyom hiába van meg, a szervezetem nem kívánja a munkát. Hát voltak érdekes magyarázatok. Én a héten többekkel beszélgettem. Egyik presbiterem mondta, hogy kérdezzek meg a világban dolgozókat, és ne csak lelkészésszel gondolkozzak, és én nem voltam rest. Megkérdeztem cégeknél, vállalatoknál dolgozó embereket, hogy mégis mi a nehézség abban, amivel minden nap foglalatoskodnak. És legtöbbször azt mondták, hogy nincs megfizetve az, amit éppen tesznek. Vagy azért, mert itt élnek és itt dolgoznak, az ország ebben a végében. Tegnap a Kelet-Magyarország egy szép térképet rajzolt le, ahol feltüntette azt, hogy az ország egyes részein az átlag jövedelem mennyi. És meglepődnénk rajta, hogy csak nem 2-szer annyit keresnek a Dunántúlon, vagy akár a fővárosban, ugyanolyan végzettségben dolgozó, mint akik itt Mátra, Szatmár és a Szatmári térségben. Nagyon sokan panaszkodtak például arra, hogy nincs a végzettségüknek megfelelő munka. Megint mások azt mondják, hogy a rossz légkör az, ami őket visszatartja a munkától. Bemegy a céghez, és vagy a főnökével van egy konfliktusa, vagy a munkatársaknak az áskálódása, de ez a rossz légkör, ez megimérgezi az egész napjukat. Többen mondják azt, hogy kevés a pozitív megerősítés, a visszajelzés, hogy van értelme a munkájának, hogy ezt a munkát értékelik, sokra becsülik. Aztán valaki azt mondja, és teljesen igazat kell adnunk, hogy a monotonitás sem segít a munkavégzésnek. Beállnak egy szalag mellé,
És talán napokon keresztül az a feladat, hogy a sok piros megy szemből a rosszakat kikapkodják. Meddig lehet ezt csinálni? Jó kedvel, derűvel. Megint más arra panaszkodik, hogy pont az ellenkezője, amit tapasztal, hogy bemegy reggel a munkahelyre, és nem tudja, hogy mit nyomnak rá, mit kell elvégeznie aznap. Lehet, hogy éppen egy olyan feladatot, ami fölülmúlja az ő erejét. És ehhez talán szakmai segítséget sem kap. Oldja meg maga úgy, ahogyan tudja, és vállalja ezért a felelősséget. Úgy, mint a zsidóknál, amikor Egyiptomban voltak, és vályog téglákat kellett vetni, kiadták, hogy hány darabnak kell lenni, de pejvát nem adtak hozzá. Úgyhogy azzal kezdődött a nap, hogy ki a határba összegyűjteni a pejvát, és akkor onnantól kezdődik a munka, hogy te vályog téglákat készítesz. Megint mások irreális elvárásokról számolnak be. Arról, hogy legyen valakinek akár 20 év gyakorlata, de még csak 5 éve végzett az egyetemen. De már azt várják tőle, hogy egy idős pedagógusnak a szakértelme legyen mögötte. Nagyon sokszor azzal szembesülünk, hogy a 8 óra után, még ha kiegészül az otthoni munkával, nyomasztó teherként nehezedik az emberre. Otthon vár a mosatlan, a mosnivaló, a takarítanivaló, a gyermekeknek a lecke kikérdezése, ha kert van, akkor az, és ebben sokszor az ember, ha nincs a közelben szülő, vagy nem tudja megoldani, akkor ez mind-mind rászakad. Aztán megint más arról beszél, hogy csak muszájból végzi azt a munkát, amit éppen végez. Mert másnak tanult, más volt az álma. De az, mintha nem is ezen a világon lenne, az az álom munkahely, itt a környéken biztos nem. És az utolsót is hadd említsem, mert ez a hosszú felsorolás talán sose érne véget, hogy az emberben megfogalmazódhat egy neheztelés is, hogy vajon miért pont velem történik mindez, és miért itt kell megéljem, és miért nem éltem én annak idején a lehetőséggel, miért nem mentem tovább Debrecenbe, miért nem mentem el Angliába vagy Németországba, és talán pont ezért nehéz ezzel a nehézteléssel együtt élni a mindennapokban, és végezni a munkánkat. Láttuk tehát, hogy mit mond a Biblia. A Biblia az nem átoknak és nem büntetésnek tartja a munkát. Láttuk, hogy régen is és ma is nagyon nehéz folyamatosan végezni egy olyan tevékenységet, amiben talán nincsen sok örömünk. Ami monoton, egyik nap jön a másik után, sokszor találkozunk nehéz emberekkel, nehéz főnökökkel, sokszor nehéz az együtt dolgozás. És még meg annyi oka lehet. Az igehirdetés hátralevő részében azt szeretném veletek együtt végigvenni, hogy mégis hogyan szerethetem a hivatásomat és a munkámat. Mi emberek hajlamosak vagyunk szélsőségekben gondolkozni, valamit alul teljesíteni, vagy éppen túltolni. Nézzük először, amikor valaki keveset dolgozik. Egész népréteg van, amelyik megszokta ezt a kevés munkát. Pál azt mondja a Tesszaloni beliekhez írt második levelében, hogy ha valaki nem akar dolgozni, akkor az ne is egyék. És ezt az igét már nagyon sokszor félreértették és félremagyarázták, pontosan azért, mert mi lesz akkor a gyermekekkel, az idősekkel és a betegekkel. Hogy Pál apostol az valami fura egy figura lehetett, hogyha nem akart enni adni az embereknek. Pedig nagyon világosan beszél Pál apostol arról. A gyermekek még nincsenek abban a fejlettségben, hogy ők dolgozzanak. Folyamatosan kell őket arra szoktatni, hogy eltegyék a szennyes ruhájukat, hogy a mosatlan helyére tegyék, hogy a szombatonként a szobájukba felporszívózzanak, egy disznótorban megfogják a malacfarkát, vagy éppen hozzák a véres kendőt, így folyamatosan kell őket bevezetni. De amíg kicsik, addig róluk gondoskodnunk kell, és enniük kell, nem is keveset, és rendszeresen, és jó minőséget. Tehát Pál nem erre utalt. Az időseknek sokszor már nem bírják tenni azt, amit szeretnének. A lélek kész, a test pedig erőtlen. Róluk is gondoskodnunk kell, hiszen ők már nem csak hogy a kenyerük javát megették, hanem sok évet letöltöttek munkával, és az
Érett felnőtteknek gondoskodni kell az idősekről is. Tehát megint csak nem róluk beszél az apostol. A betegek, lehet, hogy mentális vagy fizikai betegségük van, szintén nem biztos, hogy képesek magukról gondoskodni, így a társadalomnak, a gyülekezetnek róluk is gondoskodni kell. Akkor kiről van szó? Hát azokról, akik noha tudnának dolgozni, nem akarnak. És ezért mondja az apostol, aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Sőt, kifejezetten azt javasolja, hogy a gyülekezet határolódjon el ettől a mentalitástól, ettől a hozzáállástól, hogy megszégyenüljenek azok, akik csüngeni akarnak a közösségnek a nyakán, élősködői vagy potyóutasai ennek a közösségnek. Ezért mondja Pál apostol, amikor nálatok voltunk, mi magunk akartunk élő példa lenni, és nem akartunk senkit terhelni, pedig jogunk meg lenne hozzá, hiszen vendégségben, szolgálattal eltöltve járna nekünk ez a gondoskodás. De inkább éjjel és nappal tevékenykedtünk, dolgoztunk, hogy saját bevételünk legyen, magunk gondoskodjunk az ellátásunkról, de ezt azért tették, hogy példáivá legyenek abban a gyülekezetben, ahol ez gondot jelentett. És a végére teszi az apostol azt az intést, hogy intünk benneteket, hogy ne legyetek tétlenek, a gyülekezet tagjai, akik tétlenkednek, ők álljanak munkába, akik pedig nagyobb terheket hordoznak, azok ne fáradjanak bele a jónak a cselekvésébe. A következő fontos dolog, hogy a tétlenség azért sem jó, mert a bűnnek a meleg ágya. A Tesszalonika gyülekezetben a tétlenkedők mindenféle haszontalan dolgokat tettek. Lehet átélted már te is, hogy volt egy rossz napod, leültél az internet elé, és akár egy óra is eltelt facebookozással. Az idő alatt a munkád nem haladt, az idő alatt sokat nem épültél lelkedben, minden megvárt, és közben röpült az idő. Amikor valaki lehúz 8 órát egy munkahelyen, és olyan jó alaposan elfárad a szalag mellett, fiatal emberként nem azon gondolkozik este, hogy szétrúgjuk a ráckertben a parkerdőt, vagy éppen a Tesco felé a kukákat, hanem akkor már nincsen ereje hozzá. Egy ilyen nap után alig várja, hogy végre megpihenhessen. És ezt a régiek is tudták, hogy a fiatalok erejét le kell kötni, foglalkoztatni kell őket. A következő fontos dolog, hogy a tétlenkedéssel az is jár együtt, hogy az embernek van ideje gondolkozni, vágyakozni. Ez egyrészt abban jelenik meg, hogy túl sokat foglalkozik önmagával, hiszen önmaga körül forognak a gondolatai, másrészt pedig azt is látjuk, hogy hirtelen akar meggazdagodni, hát miből lenne bevétele, ha nem abból, hogy bejön az öttalálatos. Olvashattad, tegnap kihúzták azok a számok, több mint 500 milliárd egyik napról a másikra gazdaggá tett valakit. A következő az, hogy a gyermekeinket nevelni kell arra, hogy aktív életet éljenek. Ebben szülőként nagyon nagy a felelősségünk, hogy meglegyen az a fokozatosság, hogy bevezessük őket, hogy nekik is ki kell venni a részüket a család működéséből. Szombat délelőtt egy porszívózás, vagy éppen egy mosogatás, a nagyobbacska gyermekeknek akár a disznótorban való segédkezés, azt gondolom nem kell, hogy gondot okozzon, sőt, kell is. Mert így megtanulja azt becsülni, amiért megdolgozott, akár legyen egy okos telefon, amit nem ajándékba kapott, hanem a zseppénzéből összerakosgatott. És ennek van még egy másik előnye is, hogyha megfigyeled, nem csak, hogy a saját munkáját kezdi el megbecsülni, hanem megbecsüli azt is, amit az édesapja és az édesanyja végez. Anya, ez tényleg így működik? Hogy 50 000 forintot így lehet megkeresni ennyi munkával? Akkor köszönöm, amit értem tettetek. Kedves testvérek, elérkeztünk hát ahhoz a részhez, amikor valaki túl sokat dolgozik. Ez van, amikor abból adódik, hogy a fiatal ember bizonyítani akar. Ez különösen a fiúkra jellemző 20 és 30 között, amikor az édesapjuknak, vagy a főnöküknek, vagy önmaguknak be akarják azt bizonyítani, hogy ők is érnek valamit. Hogy önmaguk is
boldogulnak. Ők maguk is képesek elérni egy-egy eredményt. Ezt a multicégek gyönyörűen kihasználják, és így lépkednek fentebb és fentebb, aki meg középkorosztályhoz tartozik, annak meg sokszor azért kell sokat dolgoznia, mert felvett egy hatalmas hitelt, és ezért kell egy másodállást is vállalni, ahhoz, hogy meglegyen havonta a törlesztő részlet. Kedves testvérek, olyan is van, aki a rengeteg munkába menekül. Egy házsártos asszonytól, a mindennapok gondjából, bajából, az önmagával való szembenézés helyett rengeteget dolgozik. Elértünk oda, hogy szeretném Salamonnak a bölcsességét veletek megosztani, hiszen láttuk, hogy a munka az nem átok és nem büntetés, hanem Isten hív meg arra, hogy a mindennapokban az ő munkájának a részesei legyünk. Láttuk, hogy régen is és ma is nagyon nehéz a munkavégzés, hiszen belefáradunk, elcsüggedünk, állást változtatunk, gyötrelemként éljük meg. Láttuk, hogy hajlamosak vagyunk végletekben gondolkozni. Van, aki nagyon keveset dolgozik, és inkább élősködne mások nyakán. Más meg rengeteget dolgozik, és ezzel azt kockáztatja, hogy tönkre megy az egészsége, az idegrendszere, szétcsúszik a családja, úgy nőnek föl a gyermekek, hogy őt nem látják, és ez nem ugyanaz, amikor valaki pénzt ad a családjának, mint amikor jelen van a hétköznapokban. Amikor együtt tanulják a leckét, együtt játszanak, minőségi időt töltenek együtt. Lássuk hát ezt a 13+1 tanácsot, amit a Biblia kifejezetten azért tár elénk, hogy megtanuljuk szeretni a hivatásunkat. És ezt azért mondom, hogy Salamontól gyűjtöttem össze ezeket a tanácsokat, mert azzal kezdi a könyvét, hogy gyűjtöttem, de megmaradt a bölcsességem. Felsorolja, hogy mi mindent épített, mi minden gazdagsága volt, és oda teszi a végére, gyűjtöttem, de megmaradt a bölcsességem is. Ez egy akkora mondat. Hiszen a legtöbb ember, amikor ráérez a gazdagságnak az ízére, nem tudja becsülni azt, amilyen van, hanem még többre vágyik. Az iPhone 6 után megjelenik a 7-es, akkor már cserére érett régi telefonomban. És éppen ezért lássuk, hogy mit mond az Istennek az igéje. Először is Isten arra tanít bennünket, hogy 6 napon át megvan az ideje annak, hogy munkálkodjunk. De a 7-et arra szánjuk, hogy megnyugodjunk minden fáradozásunkból, és Istennek szenteljük. Legyen idő a gyülekezetre, legyen idő a családra. És erről már beszéltem nektek, hogy ez egy ritmust ad. 6 nap munka, 1 nap pihenés. 6 nap munka, 1 nap pihenés. Hát erre még egy kardiológus is azt mondaná, hogy rendben van. Rendben van. Az EKG rendesen mutatja, minden rendben. 6 nap munka, 1 nap pihenés. 6 nap munka, 1 nap pihenés. És mondom a kórusat. 14 nap munka, 1 hét betegszabadság. 2 hónap Németország, 1 hét idehaza. Amikor nem tudunk megnyugodni, nem tudunk megpihenni. Az is nagyon érdekes, hogy amikor a Teremtés könyvében olvassuk, hogy Isten ezt hogy csinálta, akkor kiderül, hogy a 6. napon, amikor megteremti az embert, utána megpihen, látva, hogy mindaz, amit alkotott, jó. Tehát Isten elvégzi a munkáját, és amikor ezt befejezi, akkor megpihen. Viszont az embernél, mikor szombaton Isten megalkotja, a következő nap, amire ébred, egy szabad nap. Ezt azért mondom el, mert képzeld el, hogy te végig dolgozott hétfőtől péntekig a munkahelyedet, szombaton még tengerit törsz, és bármi más csinálsz otthon, alig éred utol magadat, és hullafáradtan egyszer csak vasárnap reggel arra vágysz, hogy sokáig aludhass, itt legyél a gyülekezet közösségében, és alig bírod kipihenni egy hétnek a nyűgét, baját, vagy pedig lehetséges az, hogy egy szabad nappal kezdődik a hét. Feltöltekezel,
és hadd jöjjön az a hétfő, mert tetre készen talál. Nem mindegy, hogy mit nézünk, az félig üres porrat vagy a telét, nem mindegy az, hogy fáradtan megnyugszunk a fáradozásunkból, vagy feltöltődve végezzük el a hétnek a feladatait. Ezt érdemes végig gondolni. A második, hogy amikor dolgozol, legyél szorgalmas és előrelátó. Azt mondja a Példabeszédek könyvében is elmond, eredj a hangyához te rest, és figyeld, mit tesz és okulj. Bár nincsen vezére, elöljárója vagy uralkodója, mégis biztosítja a kenyeret nyáron, begyűjti eledelét aratáskor. Meddig fekszel te rest? Mikor hagyod abba az alvást? Még egy kis alvás, egy kis szunnyadás, összetett kézzel fekvés, így tör rád a szegénység, mint az úton álló, mint egy fegyveres ember. A testvérek az életből veszi a példát, és azt mondja, hogy a hangyáknak nincsen egyetemük, ahol ezt tanulhatnák, de mégis tudják, hogy mi a dolguk. Hogy amikor bőségesen van, akkor beraktározzák a gabonát, és akkor télen majd a szűkösebb időben elfogyasztják. Ezt ha valaki mondjuk festő, vagy kőműves, vagy éppen büféje van a zugornyai strandon, akkor nagyon jól tudja azt, hogy azokban a hónapokban gondolni kell arra, hogy mi lesz majd a téli időszakban, hogy miből fogom kifizetni a rezsiköltségeket, a fűtésszámlát. És ez a szorgalom kell, hogy ilyen bölcs és előrelátó módon jellemezze a munkálkodásunkat. Harmadik. Sok minden függ a körülményektől, de nem minden. Nem te választottad, hogy még korban szeretnél élni. Más volt az élet az első világháború előtt és utána. A második világháború előtt és utána. A szocializmusban és utána. Más az élet a Dunántúlon és más Szatmárban. Más az élet Németországban és más Magyarországon. Sok minden a körülményektől függ, de nem minden. És ezt azért mondom, mert nem kell mindig a kedvező körülményre várni, és várni, és várni, és várni, hogy mikor alakul majd úgy, hogy végre eljön az én rendszerem, majd az én választottam, az én alkalmas időm. Azt mondja Salamon, aki mindig csak a szelet figyeli, az nem vet. És aki csak a felleget lesi, az nem arat. És ez azért nagyon fontos, mert hogyha belegondolsz abba, gazdálkodnál és kiállnál a mező szélére és megnézi, hú, az a felhő most talán esni fog az eső, akkor nem permetezek. Hát holnap is lesz felleg, holnap után is. Aki mindig a kedvező lehetőségre vár, egyszer csak elszalasztja. Negyedik. Ezt édesapám is tanította, hogy érdemes több lábon állni. Nem csak egy bevétellel számolni. Mert mi van, hogyha az megszűnik? Elbocsájtanak mondjuk a munkahelyről. Azt mondja a Prédikátor könyve, reggel fogja magvetéshez, és ne pihentesd a kezedet este sem, mert nem tudod, hogy melyik sikerül, ez vagy amaz. Vagy mind a kettő egyaránt jó lesz. És azért, aki gazdálkodik, érdemes többfajta növényt vetni a földjébe, hiszen hogyha a búzának nincs ára, lehet még a tengerinek, vagy a forgónak. Ahogy szokták mondani, egyik viszi a másikat. Ötödik. Ne csak álmodozz, hanem fogj hozzá a megvalósításhoz. A restet megöli a vágyakozása, mert nem akar dolgozni kezével. Egész nap csak vágyakozik. Hatodik. Legyél megelégedett. Ismered biztos azt a mondást, hogy nem az az igazán gazdag ember, akinek nagy vagyona van. Mert a tapasztalat szerint, ha valakinek sok pénze van, még többre van kísértés, és még többet akar. Az az igazán megelégedett, aki amilyen van, annak tud örülni. És hálás érte. Az az igazán gazdag. Ezt így mondja Salamon, többet ér, amit lát a szem, mint ami után sóvárog a lélek. Jobb egy marokra valót
való gyűjteni nyugodtan, mint két marokra valót hajszoltan és erőlködéssel. Azzal is számolj, hogyha növekszik a vagyonod, növekszik a fogyasztóknak is a száma. És ezt a kettőt most összekapcsolnám. Képzeld el, hogy van egy 1000 négyzetméteres kerted. Lehet van, és nem kell elképzelni. Ezt egyedül is el tudod látni, meg tudod kapálni, tudod gondozni. Meghal a szomszéd, ne adj Isten, megveszed a szomszéd telket, és rájössz arra, hogy ez kétszer annyi, mint amit eddig csináltam, te ebben nem akarsz beleszakadni, akkor bevonsz valakit, egy napszámost, oda is mondjuk építenél egy házat, ott is lenne gyümölcsfa, azt is gondozni kellene, akkor már két embernek kell megélni belőle. És képzeld, ez föltornázod mondjuk 300 hektárig, és olyan nagy dolog, hogy te az eddigi nyugodt életedet fölcserélted azzal, hogy a 300 hektárt át kell látni. Na, semmi gond, van akinek ez megadatott, hogy ilyen széles látókörű, csak most már nem magadért vagy csupán felelős, hanem reggelente 50 embert kerülgetsz az udvaron, bosszankodsz a rosszul elvégzett munka miatt, vagy a lassúság miatt. Az 50 embernek a járuléka, 50 embernek az egészségügyi állapota, makacsága vagy bármi problémája. És felteszi Salamon a kérdést, hogy akkor mi öröme van az embernek, hogyha meggazdagodott és ennyi gazdagsága van. És azt mondja, a legfeljebb annyi, hogy nézheti és gyönyörködhet benne. Fura, a mi történetünkre levetítve, hogy mi öröme van annak, amikor valaki ekkora földdel bír. Hogy vehet egy nagy terepjárót, hogy bejárja ezt a végétől a másikig, hogy nem alszik, mert biztos, hogy ezt nem tudja megcsinálni pár óra alatt, hanem átláthassa, és mindenütt ott lehessen, ahhoz szükség van, hogy nyugtalansággal, fáradtsággal ezt felügyelje. Ezért kérdezi azt, hogy melyiket választod? Az egy marékra valót, de azt nyugodtan tudod kezelni, vagy a két marékra, vagy a 300 marékra valót, amellyel meg a nyugtalanság jár együtt, és a rengeteg kiadás. Azt mondja a 8., hogy ne akar hirtelen meggazdagodni. Vannak ezek a valóságsók, és látjuk, hogy aki megnyeri, annak hirtelen az ölébe szakad egy autó, egy ház, egy éven keresztül havi 1 millió forint, és amikor néhány év múlva megnézzük, hogy hol vannak ezek a győztesek, azt látjuk, hogy vagy idegösszeroppanást kapott, vagy eltapsolta ezt a pénzt. Mert így van megírva a példabeszédek könyvében, például B.B. Évének a sorsa, könnyen szerzett vagyon elfogy, de aki keze munkájával gyűjt, az gyarapszik. Amit folyamatosan érünk el, ahhoz hozzászokik az életünk, a teherbírásunk, ahogyan fejlődünk ezzel a gazdagsággal mi magunk is. Ami hirtelen jött, az általában hirtelen távozik. Idősek otthonában egy valaki így fogalmazott, ebből szerzett jószág, ebből víz el. 9. Előbb gyűjts, és utána költs. Azt mondja Salamon, lásd el a kinti tennivalóidat, és végezd el mezei munkádat, azután építs házat. Ma is ez megfordult, hiszen nem úgy van, hogy előbb az ember bevételi forrás után néz, és örül a javainak, amit megszerzett, és utána megépíti a házat, hanem pontosan fordítva, hogy előbb építsd meg a házadat, és majd utána 40 évig pedig dolgozz, hogy az ki legyen törlesztve. Ugye Salamon nem volt egy buta ember, mondta, hogy előbb legyen meg a bevétel, előbb nézd meg, hogyha tornyot akarsz építeni, az mennyibe fog kerülni, és utána kezdj hozzá az építéshez, amikor látod a végét. A következő az, hogyha jólétben élsz, és annak tudsz örülni, mind a kettő az Isten ajándéka, mert nem természetes. Az, hogy itt élsz Európában, egy jóléti társadalomban, ez nem természetes.
És még hogyha ez meg is adatott neked, és ennek tudsz örülni, na az is az Isten ajándéka. Mert nem tud mindenki örülni. Sőt, nagyon sokan zugulódnak, vagy telhetetlenek, és azt mondják, hogy még megyek nyugatabbra, egy jobb boldogulás reményével. 11-es, bízzál Isten gondviselésében. Máté evangéliumában azt mondja Jézus, hogy ne aggodalmaskodjatok azon, hogy mit egyetek, vagy mit ígyatok. A holnap majd aggodalmaskodni fog magáért. A ti mennyei atyátok tudja, hogy mindezekre szükségetek van. Az ember nagyon sok mindent azért tesz, mert szeretné magát bebiztosítani. Jó előre tudni, hogyha jön egy váratlan helyzet, akkor csak benyúlunk a szekrénybe, vagy bemegyünk a bankba, és minden elrendeződik. Jézus ezt a nyugalmat ígéri az övéinek, ne aggodalmaskodjatok, hogy mit egyetek, mit ígyatok. Isten sok madárról gondoskodik, sok állatról az erdőben gondoskodik. És te nagyon sok verébnél értékesebbek vagytok, rólatok is tud gondoskodni. 12. pedig az, hogy hidd el az Istennek a szeretetét, és bízzál ebben. Be tudod fejezni biztos azt az igét, amit megkezdek, akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Most képzeljétek el, hogy annyi elvégzendő munkánk van, hogy tudjuk, hogy ehhez még az éjszakát is igénybe kell venni, ez még holnap is be fog tartani, de akit Isten szeret, azt azzal áldja meg, hogy a dolgok akkor is történnek, amikor ő alszik. Mert Isten intézi. És milyen jó tudni, hogy nem nyugszik és nem fárad, nem lankad el Izraelnek őrizője. Akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Nem mindent, ami kell, az arról gondoskodik. Két dolog maradt a végére. Mind a kettő nagyon fontos. Az egyik az, hogy nem szabad elfelejtenünk, hogy más a foglalkozásunk és más a hivatásunk. A Wikipédiának van egy olyanja, hogy szótár, és abban vannak ilyen meghatározások, úgyhogy megnéztem, hogy ők hogyan határozzák meg a foglalkozást, felolvasom. A foglalkozás a megélhetésért végzett folyamatos tevékenység. Nektek is van biztos foglalkozásotok, igaz? Kinek mi? Ez a foglalkozás, ez a 7-5 napján le is köt bennünket. Ez alapján kapjuk a fizetésünket. Ezt nem kell, hogy szeressük. Viszont más a hivatás. A hivatás a másik ember szolgálatára irányuló, és minden más szempontot háttérbe, vagy szerepet háttérbe szorító tevékenység. A hivatás már nem azért végzett munka, hogy legyen betevő falatom, vagy meg tudjam venni az okostelefont, amit kinéztem. A hivatás az már többről szól, a másik ember felé végzett szolgálatról. Amikor egy orvos gyógyít, akkor egy másik embert akar meggyógyítani. Amikor egy pedagógus tanít, egy gyermekből akar érett felnőttet formálni. Amikor egy kertész beleteszi szívét, lelkét a kertészkedésbe, ő már látja azokat az embereket is, akiket majd a zöldség vagy gyümölcs, amit ő előállított, egészségesen táplál majd. Értitek, a kettő közt mekkora különbség van? Egy orvos is, egy pedagógus is tekinthet foglalkozásként az ő tevékenységére, vagy hivatásként. A többlet az, hogy már nem magadról szól a történet, hanem valaki másról. És még ezt is lehet ragozni. Amikor eljutsz egy olyan szintre, hogy nem csak, hogy a másik embert akarod boldoggá tenni azzal, amit végzel, és nem csak felé akarsz szolgálni, hanem Istennek akarsz tetszeni, és ezért vagy becsületes, ezért vagy hűséges, ezért vagy precíz, ezért adsz bele apait, anyait. Ez volt akkor a 13, már csak az utolsó maradt hátra. Ez viszont a Prédikátor könyvének 9. fejezetéből hadd olvassak föl néhány verset. Azért edd csak örömmel a kenyeredet, és idd jókedvel borodat. Mert mindig ez volt Isten jó akarata, hogy ezt tedd.
Ruhád legyen mindig hófehér, fejedről az olaj ne fogyatkozzék meg. Élvezd az életed feleségeddel együtt, akit szeretsz, mullandó életednek minden napján, amelyet Isten adott neked a nap alatt. Mullandó életednek minden napján, mert ez jutott neked az életben. Munkád révén, amit fáradtsággal végzel a nap alatt. Tedd meg mindazt, ami a kezed ügyébe esik, és amihez erőd van, mert nem lesz cselekvés, gondolkodás, ismeret és bölcsesség a holtak hazájában, ahova menned kell. Láttátok, testvérek, hogy a Biblia nem tartja tragédiának a munkát, nem is átok, nem is büntetés, hanem Isten von be az ő alkotó és fenntartó munkájában. Láttuk, hogy nem könnyű mindig elvégezni hűséggel a feladatunkat, mert könnyen elfáradunk, nehézségeink vannak. Láttátok azt is, hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy túltoljuk, vagy éppen alul teljesítsünk, szélsőségekben gondolkozzunk, ha munkára gondolunk. Láttátok, hogy Salamon milyen bölcsességet kínált, és ezt az utolsót külön hadd helyezem a szívetekre, rengeteget dolgoztok, én hiszem. Sőt, nem csak ebben az esztendőben, hanem már jó néhány esztendője. Többre és többre szeretnétek jutni, és ez leköti az időtöket. Én azt kérem tőletek, hogy arra nagyon figyeljetek oda, hogy ne ezzel teljen el az élet, hogy egyszer egy koporsó, egy infarktus, egy agyvérzés, egy kiégés megállítson benneteket, homlokotokra csapjatok, és azt mondjátok, hogy Úristen, én nem is éltem. Úgy nőttek föl a gyermekek, hogy nem is láttam őket, hogy nem voltam ott az első lépésénél, nem voltam ott a diplomaosztóján, csak dolgoztam, mint egy marha. Nehogy egyszer megállítson benneteket az élet, és rádöbbenjetek, hogy nem volt időtök Istenre, gyülekezetre, közösségre, hanem amire Salamon biztat bennünket, hogy tegyünk meg mindent, ami a kezünk ügyébe esik, amit kaptunk elhívásként, végezzük hűséggel a feladatunkat. De hiszem, hogy Istennek az az akarata, hogy éljünk. És ehhez az kell, hogy ő rá figyeljünk. Belefér egy sütögetés a barátokkal, belefér egy túra a gyermekekkel, belefér egy nyugodt vasárnap, amikor alszom, akkor is dolgozik Isten, és akkor is munkálkodik, és ezért kívánom nektek, hogy így tapasztaljátok meg az Istennek a szeretetét, amelyet a munka által is bennetek elmélyít. Amen. Ráfeledő énekül egy szép éneket fogunk énekelni, amely a 22. oldalon található. Szentelj meg, Úristen, teremts újjá bennem, fennállva énekelj.
Megköszönjük, édesatyánk, hogy ahogyan az ószövetségi választott népedet kihoztad a fogságból, a szolgaságból, azért, hogy neked szolgáljon, hogy téged megismerjen, bennünket is ki szeretnél hozni a munkarabságából, a hétköznapok taposó almából, ahol az életünk hamar tönkre megy, kifáradunk, kiégünk, vagy éppen azt gondoljuk, hogy tétlenségünkkel megengedhetjük magunknak, hogy máson élősködünk. Köszönjük, hogy ezekből megszabadítasz és fölszabadítasz egy olyan életre, amely neked szolgál, amely észrevesz másokat, azoknak a szükségeit, és köszönjük az erőt is, amit ahhoz adsz, hogy ezt a elhívást be tudjuk tölteni. Szeretnénk megköszönni, még ha most sok ige is van bennünk, sok jó tanács, szeretnénk, ha letisztáznád bennünk ezt az üzenetet, és meg is élhetnénk. Hiszen hiszük, hogy minden munkahelyen, ahova csak járhatunk, oda szükséges olyanok, akik békességet, nyugalmat és szeretetet, türelmet árasztanak. Hadd fényjék a világosságunk az emberek előtt. Szeretnénk most a gyülekezet imanaptárja alapján imádkozni ennek a világnak az ébredéséért. Olyan jó olvasni a beszámolókat, hogy Indiában, Afrikában tömegek térnek hozzád, és közben érezzük Európának az erőtlenségét, szeretnénk, ha itt is ébredés lenne. 500 év telt el a reformáció óta, kérünk, hogy ismételd meg, sőt, adjál újat, ennél is nagyobbat, hogy megújuljon ez a földrész is. És könyörgünk te hozzád a szenvedélybetegekért, hiszen ma a gyülekezetünk őértük imádkozik, hogy azokat az intézmények, amelyek velük foglalkoznak, törődnek, azok a munkások, akik lelki munkásként ott tevékenykednek, igénylik a te áldásodat. Szeretnénk, ha nem csak a munkából, az alkoholból, a kábítószerből, egyéb szenvedélyekből is lennének csodálatos szabadulások. Szent lelked által ajándékozd ezt sokak életében. Így kérünk azokért, akik gyászolnak, akik ravatal mellől jönnek, az ő életükben is te munkálkodj, szívüket te vigasztald. Áld meg, kérünk, a kertvárosi napoknak a további alkalmait, szeretnénk, ha az áldásod végig kísérni ezt az igehirdetés és programsorozatot. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. Bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, üdvözítő Jézus Krisztusunknak az ismeretében. Övé a dicsőség, mint most, mint örökön örökké. Amen. Foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetések 2016. szeptember 25-én. Szomorúan hirdetjük, hogy az elmúlt héten eltemettük Nagy Lászlót a Csokonai utcából, aki 51 éves korában tragikus hirtelenséggel hunyt el. Eltemettük Somogyi Gyulát, gyülekezetünk aktív tagját 67 éves korában a Kalmár utcáról. Istenünk vigasztaló igéje a Máté evangéliumának 14. részétől a 22-től 33-ból szólt hozzánk. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek! Eltemettük Kovács Józsefet 79 éves korában a Petőfi utcából. Istenünk igé jelenések könyvében 4. részének 1. és 2. verséből vigasztalta szívünket. Búcsúzik tőle felesége, lánya Szilvia és unokája Szidónia. Szomorú szívvel hirdetjük, hogy elhunyt Alexa Mihályné Halász Erzsébet, aki a Kodály Zoltán utcában lakott. Benne Alexa Imre, gazdasági gondnokunk édesanyját gyászolja.
temetésére szerdán 13 órakor kerül sor. A család kéri, hogy virágot ne hozzanak, koszorú megváltás lesz. A virágra szánt összeggel a Máté Szalkai Református Szeretet Alapítvány és a lepramissziót kívánják támogatni. Isten adjon vigaszt a gyászban izmalottaknak. Mai napon megkereszteltük Hódi Botondot, aki Hódi György és Hódi Boglárka gyermeke. Kis Reginát, aki Kis Gábor és Serbán Teréz gyermeke. Szeptember 28-án, szerdán 18 órától a Kincsesházban a családi otthonteremtési kedvezményekről tartunk lakossági fórumot szakemberek jelenlétével. Várjuk az érdeklődőket. Szeptember 28-án, szerdán 19 órától munkatársi megbeszélést tartunk a Kincsesházban. Pénteken kezdődik a konfirmáció oktatás délután 3 órától az Újtelepen, az Égérő Közösségi Házban, míg 16 óra 30 perctől a Kincsesházban. Tekintettel a péntek délutáni egyéb foglalkozásokra, iskolai programokra a fiatalok a nekik kedvezőbb időpontban lévő alkalmon vehetnek részt. Bátorítjuk konfirmandusainkat, hogy a vasárnapi tiszteleten túl a pénteken 6 órakor kezdődő ifjúsági alkalmon is vegyenek részt, kapcsolódjanak be gyülekezetünk ifjúságának életébe. Folytatva a kertvárosi református napokat, Hogyan szeretem az időseket címmel gyülekezetünk ifjúsága jövő szombaton az idősek kertjében szolgál kerti munkával. Október 2. vasárnapja gyülekezetünkben évek óta az apák napja. Szanyi György, 4 gyermekes kárpátaljai lelkipásztor fog szolgálni jövő vasárnap arról, hogyan szeressük a gyermekeinket. Az északi lakótelepi istentiszteletet követően kerül sor terveink szerint a Kincses-sziget játszótér átadására a Kincsesház udvarán. És ide az van kipótolva a hirdetés, hogy a hiányzó munkálatok befejezéséhez férfiak segítségére lenne szükségünk, aki ebbe tud, részt tud venni az istentiszteleten, maradjon itt, és akkor megbeszéljük, hogy hogyan és mikor tudnak segíteni. Jövő vasárnap délután várjuk szeretettel az apákat és gyermekeiket egy nagy közös focizásra, majd az ezt követő hotdog partira. Töltsük együtt ezt a vasárnapot. Október hónapban újra nyitjuk a babamama kört. Az összejövetelek a Kincsesházban lesznek megtartva havonta egy alkalommal. Szeretettel várjuk az érdeklődő kisgyermekes édesanyákat. Kérjük, jelentkezzenek a babama kör vezetőjénél, Makrainné Csillánál, vagy a templom gondnokoknál. Megjelent gyülekezetünk újságja Remény Sugár. Biztatunk mindenkit, hogy vigyünk belőle magunknak, barátainknak, szomszédainknak is. Hirdetjük a testvéreknek, hogy Berekföldön lelki gondozói csendes hét lesz november 14-től 18-ig. Aki szeretne ezen részt venni, Filipné Katikánál lehet érdeklődni és jelentkezni szeptember végéig. A templomgondoknál kapható újfordítású Biblia kedvezményes áron 2900 forintért. A célpersejben a kertvárosi napok kiadásaira lehet adakozni. Gyülekezetünk mai ima témái alapján imádkozunk a világ ébredéséért, a szenvedélybetegekért, a református iszákos mentő misszióért. Az Úr legyen gyülekezetünk és magyar népünk őriző pásztora. Köszönjük szépen! Kedves testvérek, a záró énekünket keressük ki. A 90. Zsoltárunk 9. versét fogjuk énekelni. Szolgáidon láttassad dolgaidat, dicsőségeket, dicsőséget ezeknek fiai.